Üdvözlet! Ez a felnőtt korom meséi karácsonyi epizódja, én Zámbó Lilla vagyok. És nagyon érdekes, különleges, hogy felnőtt korom meséi sorozatba rakom bele ezt a mai felolvasást, ezt a mai történetet, mert évtizedek óta korántsem felnőtt koromban ismertem meg, de soha nem kedveltem, soha egy pillanatra sem állt hozzám közel. Nem is értettem, hogy ezt miért mondják olyan kedvtelve és jókedvűen karácsonykor és karácsony környékén. Szerintem ez egy borzasztóságos történet. De ebben az évben, 2020-ban, a koronajárvány évében bizony ráéreztem ennek a történetnek az ízére, megéreztem, meg is éltem ezt az iszonyú mélységű bezártságot, magára hagyottságot, magára utaltságot, elszigeteltséget, amit János király ebben a történetben, és habár tudjuk jól, hogy János királyra nem a koronajárvány hozta a magányt, tudjuk azt is, hogy 2020-ban mennyire nagyon-nagyon sokan élték át ezt a hasonló érzést, élményt úgy, hogy nem a Jóska Pista, vagy a Kataterci, vagy nem én, vagy nem te tehettél arról, hogy ez bekövetkezett, hanem ez a világjárvány. De hozom is, mutassam, hogy János királynak milyen a karácsonya. János király nem volt jó. Volt görbe dolga sok, és néha senki sem szólt hozzá, így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt. Csak gőgös pillantása hult Jánosra, és tovább vonult, ő némán állt, és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták. Hasztalan forralt mindig teát, s ha eljött a december karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, soha nem írta jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot noha vágyott reá, nem is kapott, sok éven át soha. De karácsonykor mindig, még szépen énekelt a lantos, és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott a félő reményekelt. János király nem volt jó, és így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és lerakta, így kért fájdalmára írt. Elap mindenkinek kiállt, szent karácsonyhoz legkivált. Sarkában nem János királyt, szerényen Jancsit írt. Szeretnék egy kis puskát és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás véget, a narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szeletel, és ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem. János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt bután. Na, azt hiszem, ő járhat ott. A homloka is izzadott. Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el a puskát. Felejtsd el az édességet, és csokoládé sem kell a szopogatás véget, a diót, a narancsot már nem is szeretem, és van már egy zsebkésem, ami majdnem szeletel. De ó, karácsony apó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem. János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött,
vidáman. Számtalan szép ajándék vele. A harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem, mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja, mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát. És egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem, és minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. És ó, karácsony apu, nem hozott kegyesen egy igazi nagy piros gumilabdát nekem. János király kinézett durcásan ablakán, lent nagy vidáman játszott sok fiú és kisleány, mind irigyelte őket. Állt rendületlenül. És hát íme. Pirosan beszáll egy jó nagy labda, a király fején pördül, de meg nem áll, és az ágyára repül. És ó, karácsonyapó, háláját rebegi, mert hoztál egy nagy, igazi gumilabdát neki. Boldog karácsonyt kívánok, boldogabbat, sokkal boldogabbat mindannyiunknak, mindenkinek.